Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Az iszlám világvallása és Európa jelenlegi helyzete volt a fő témája a Dérini rendezvényházban kedd este tartott konferenciának. Jásza Pátin tartotta jássági kampány záróját a Fidesz térségi szervezete. A fogyatékkal élők elfogadását és beilleszkedésüket segíti a Neked munka, nekem álom program. Köszöntöm kedves nézőinket, Önök a Jászsági Térségi Televízió híradóját, a Hír 18-at látják, 18 településről, 18 órától. Ismerd meg a körülötted élő világot címmel szervezett konferenciát Jászberény város önkormányzata kedden délután a Dériné rendezvényházban. A téma az iszlám világvallás volt a jelenlegi európai aktualitások tükrében. Előadást tartott dr. Rostoványi Zsolt, iszlám szakértő, dr. Novák István teológus, valamint Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő. Ennek a fórumnak a hívó szava, ismerd meg a körülötted lévő világot. A fővédnök Gulyásné Turóci Margit, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdasági főigazgatója vezette fel a fórumot, mely az iszlám egyre aktuálisabb témáját járta körbe és tette rendbe hitelesen. Utóbbi igazán fontos jelző, mert manapság ahány ember annyit gondol az iszlámról, sőt maguk a világvallás képviselői sem értenek egyet abban, hogy mi is valójában az iszlám. Egy biztos, olyan világvallás, melynek 1,8 milliárd követője van a világon. A konferencia megtöltötte a Dériné rendezvényház nagy termét. Ez is mutatja, hogy a téma aktív érdeklődést vált ki ma Európa szinte bármely részén. A közönséget dr. Szabó Tamás polgármester köszöntötte, aki maga is nagy érdeklődéssel várt az előadásokat az informálódás érdekében. Amikor egy ilyen előadás az ember beül, akár városvezetőként, akkor az elsődleges célja az, hogy minél több információt összegyűjtsön, megszerezzen, és természetesen későbbiekben, ha gyakorlatban valamilyen szinten ezt alkalmazni kell, akkor ez is egy alapja vagy része lehet az alkalmazásnak. Iszlám az alávetésnek, Isten akaratának való alávetésnek, szólnak a pontos jelentése, és muszlim az, aki aláveti magát Isten akaratának. Szükséges a fogalom meghatározás. Az iszlám szakértő szerint a világvallás egyik sajátossága, hogy egy állított tézist igazolni és cáfolni is lehet a Korán verseink keresztül. Így nem is csoda, hogy ha nem tudunk egységes képet alkotni erről a civilizációs kulturális rendszerről. És az iszlám az nem jelenik meg egy önmagában egy elvont fogalomként, hanem az iszlámot mindig különböző személyek, szervezetek, csoportok reprezentálják, képviselik. Egyúttal a saját interpretációjukban, tehát az iszlám eddigi fejlődés történet az nem más, mint a különböző értelmezések, a különböző interpretációknak a története, amelyek vihaskodnak egymással, hogy melyik legyen a mainstream, tehát melyik legyen a fő értelmezés, melyik legyen a fő interpretáció. A szakértő szerint jelenleg az iszlámot a dzsihadista terrorizmussal, a kegyetlen gyilkosságokkal, a kalifátusok térnyerésével és a keresztény üldözéssel azonosítják, miközben lehetetlen általánosítani ebben a kérdésben, mert közben a modernizálódó iszlám és számos imám dolgozik azon, hogy átalakítsa a mai kor követelményeinek megfelelően a Korán verseit. Mi vezetette oda, hogy Európában a vallásközi párbeszéd egyáltalán kérdésként felmerül? A második legnagyobb, de jelenleg a legfiatalabb monoteista világvallás olyan ütemben növekszik, hogy hamarosan beéri, de meg is előzi a keresztény hívek számát. Ennek a növekedésnek Európa is részese, hiszen az iszlám hívő migránsok jelentős része letelepedési szándékkal érkezik a kontinensre. A közben tapasztalt konfliktusok pedig oda vezettek, hogy most a katolikus hit megerősítésére volna szükség. A napi feszültségek Németországból indultak. Itt található a legtöbb bevándorló, akik közül a már több generációs letelepedett török családoktól a libanoni menekülteken át az elmúlt években érkezett szír migráns tömegekig mind-mind párhuzamos társadalmakban éli a mindennapjait. Ezeknek a csoportoknak nem csak a vallása más, de a kulturális közeg vagy az általuk elismert törvények is. Erről és az elmúlt 3 évtizedben megfigyelt bűnszervezeti tapasztalatokról Georg Spötle,
biztonságpolitikai szakértő mesélt a közönségnek. Itt nem csak az iszlámról van szó, hanem például iszlám előtti törzsi struktúrákról, amik úgy kialakultak, hogy igazából a nagy család, a törzs az a fontos. Ezek az emberek ezt a kulturális közeget áthozzák magukkal. Sajnos nem tudnak beilleszkedni, a lemorzsolódás az megkezdődik már nagyon kiskorban, mert otthon a családban például a kisgyermekek csak ugye a hozott nyelvet beszélik, legyen az az arab, legyen az a pastu, urdu, dári, bármi, amit otthon beszélnek. Bekerülnek az általános iskolába, nem értenek egy szót sem németül. Tehát nagyon hamar elvesztik az érdeklődést a tanulás iránt, mivel nincs sikerélményük. És azt lehet tapasztalni, különös a fiúknál, hogy olyan 16 éves korukban lemorzsolódnak az iskolából, elkezdődik egy bűnözői karrier. Ehhez már csak adalék lehet egy dzsihadista imám is, már is kész az ideológia a szörnyű tettekhez. Azt mutatják, hogy ez a tendencia negatív. Tehát, hogy nem azért jönnek, hogy felvegyék a mi ritmusunkat, idomuljanak egy kicsit a mi kultúránkhoz, megtanulják a nyelvet, elmenjenek integrációs tanfolyamra, beilleszkedjenek ebbe a modern nyugati demokratikus társadalomba, hanem nagyrészt ugye gazdasági bevándorlók is azért jönnek, mert a segély az nagyon magas, sokszorosabb, mint egy havi fizetésnek a kibocsátó országokba, és értelemszerűen ez olyan, mint egy hatalmas patkómágnes vonzza az embereket. Az európai rossz példák kezelésére a biztonságpolitikai szakértő szerint a magyar kormány intézkedéseit kellene tovább fejleszteni. Ellenőrző tranzitzónák, a törvények szigorú betartása sokat jelent az illegalitás ellen és megnehezíti a terrorista gyanú személyek mozgását. Az előadás egyik fontos konklúzióját Novák plébános atya közölte. Jelenleg is érvényes az a gondolatmenet, mely szerint a világbéke csak a nagy vallások közötti megbékélésen nyugszik. Lezárta kampányát a kormánypárti jársági szervezete. Pócsi János Jászapátén a Teltházas Pályér Antal Művelődési Házban kérte a választókat, hogy május 26-án minél többen menjenek el szavazni és támogassák Orbán Viktor politikáját. Vendégei Szentesi Zöldi László és Bájer Zsolt újságírók a polgári oldal évrendszerét és vízióit vázolták fel Európa jövőjét illetően a hallgatóságnak, melyben a migráció jelenleg a legfontosabb megoldásra váró probléma. Kedves jelenlévők, sok rendezvényen voltunk együtt, és az első rendezvénytől az utolsóig mindig az volt a véleményünk, hogy fontos, nehéz és nagy téttel rendelkező EP választás előtt állunk. Ma ezt még inkább így gondolom. Éppen ezért kell a képviselő szerint erre a választásra remélhetőleg sokaknak elmenni és kinyilvánítani véleményüket a brüsszeli vagy az orbáni politikáról. Pócs János elmondta a kampányban jól összeszedett érveket, mely a Fidesz kormányzás értékteremtő munkája közben született. Azokat a nemzeti identitásunkat, gazdaságunkat, határainkat megvédő intézkedéseket, melyek a brüsszeli érdekekkel szemben születtek. Most ezek is a közben elért eredmények, a lendületesen fejlődő gazdasági potenciál és a határvédelem kerültek veszélybe a képviselő szerint. Intézmények jönnek és mennek, birodalmak roppannak, meg tűnnek el, kiemelkednek újak, de a magyar nemzet akkor is itt marad. De csak akkor, ha most egy hét múlva elmennek, és jó helyre teszik az X-et. És csak akkor, ha ősszel újra elmennek, és megválasztják majd azt a képviselőtestületet, amely ezeket az értékeket hordozza. Szentesi Zöldi László hosszabb történelmi politikai vallási eszmefutatásának lényege megmutatni, hogyan veszítették el, vagy áldozták fel az európai vezető nyugati nagyhatalmak a liberalizmus oltárán azt az identitást, azt a nemzettudatot, azt a szabadságérzetet, mely a V4-ekben még erősen él. Az identitás vesztés. Minden nagy kultúra, civilizáció és birodalom az emberiség történelmében így tűnt el. És Európa ma elindult ezen az úton. Bájer Zsolt szerint a vallási, a nemzeti és nem identitásunk veszélyben van. Ennek elvesztése ellen a nemzeti kormányzat politikáját, a normalitás politikáját kell támogatnia a magyar lakosságnak. Az zajlik, hogy az abnormális vívja élet-halál harcát a normálissal. És a normális, a normalitás mi vagyunk. Ezért vagyunk mi Európa utolsó esélye. De ha mindezt nem látjuk be, ha mindezt képtelenek leszünk kimondani jó hangosan és büszkén, akkor lehet, hogy el fogunk veszni ebben a harcban. Az előadók szerint 1100 év magyar históriájának és a nemzetnek tartozunk azzal, hogy ebben a harcban kimondjuk a véleményünket az európai politikáról, és elmegyünk szavazni május 26-án vasárnap. A fogyatékkal élők elfogadását és beilleszkedésüket segíti,
a Neked munka, nekem álom program. Jászberényben harmadik alkalommal adtak lehetőséget a város munkáltatói, hogy a fogyatékkal élők számára olyan munkahelyeket biztosítsanak néhány óra erejéig, amelyről az érintettek korábban csak álmodhattak. A népszerű ezoterikus író Müller Péter tartott előadást Jászberényben hétfő este. A Müller Péter előadására érkező érdeklődők néhány perc alatt zsúfolásig megtöltötték az ifjúsági ház nézőterét hétfő este. Az Életművészete címmel meghirdetett programján arról osztotta meg gondolatait hallgatóságával, hogy mit is kell tennünk mindannyiunknak a minőségi élet megteremtéséhez, mi kell az életművészetéhez. Az, ami vé lehetnék, azt ki kell hoznom magamból. Ahhoz művelnem kell magam, nem csak úgy, hogy sokat olvasok, testemet is művelnem kell, a lelkemet is művelnem kell. Az életművészete pedig azt jelenti, hogy az egész élet is azon múlik, hogy milyen színvonalon tudom megélni magamat. Egyéni sorsunkat sokféle módon alakíthatjuk, változtathatjuk meg, függetlenül attól, hogy milyen könnyű vagy milyen nehéz körülmények között élünk. Az alkotó szerint igenis tanulható az életművészete, de csak azok számára, akik hajlandók tenni érte, akik készek a változásra és készek a változtatásra. Minden emberre és minden népre jellemző az, hogy mit hoz ki magából. Nem elégszik meg azzal, akivé született, hanem nem elégszik meg, hogy olyan a teste, hanem még azt meg is akarja építeni, még azt meg is akarja csinálni. Müller Péter szerint akár egy a hétfő estihez hasonló előadás is segíthet abban bárkinek, hogy változtasson, jobbá tegye életét. Az eredményesség azonban két szereplőn múlik. Múlik az előadó rátermettségén, előadása minőségén, ugyanakkor sok tekintetben múlik a hallgatón is, hogy mennyire kész befogadni mindazt az információt és érzést, amit egy közösségi élményt adó bemutató hordozhat magában. A fogyatékkal élők számára ad esélyt és lehetőséget a Neked munka, neked álom program. A kezdeményezéshez évek óta kapcsolódnak jászberényi munkáltatók, ezzel segítik az elfogadást és sokat tesznek a beilleszkedés elősegítése érdekében. Az elmúlt napokban ismét több helyi munkáltató adott lehetőséget arra, hogy fogyatékkal élő embertársaink néhány órára olyan munkahelyen dolgozhassanak, amelyre mindig is vágytak. Mindenkinek esélyt kell adnunk. A program igazi célját, a segítségnyújtás miértjét foglalta össze így Bíró Anita, a Megyeház utcában található Indul a fodrászat vezetője. Csatlakozásával ahhoz kívánt hozzájárulni, hogy Judit álmát, hogy fodrászként dolgozhasson, valóra váltsák. Azért szoktuk. De nagyon ügyes vagy. Henny azt kérte a program szervezőitől, hogy egy napra állatgondozó lehessen. Arra talán sem ő, sem a jászberényi állatkert dolgozói nem gondoltak, hogy a munka egy életre szóló élménnyel teszi gazdagabbá a fiatal lány mindennapjait. A teknősök takarmányának előkészítése után a gyűrűs farkú makikhoz érkeztek. Krisztián már jóval a megbeszélt időpont előtt megérkezett az Oázis virágkertészetbe, hogy minél előbb hozzáláthasson feladatához. Mielőtt megérkeztünk, több virágládát is átpakoltak már munkatársával, ott jártunkkor pedig épp metszették a növényeket. Jászberényben az elmúlt héten a Tesco hipermarketben is dolgozhatott egy fogyatékkal élő jászberényi fiatal. A Szent István körúti gyógypedagógiai módszertani intézményben Tímea nem csak az álommunkaprogram részeként vett részt a munkában. Már gyakorlott segítője az autizmussal élő kisgyermekek osztályának. Előkészíti a feladatokat, segíti a foglalkozásokat. Azért jelentkeztem ide, mert nagyon szeretem a kicsiket, foglalkozok velük, kiviszem a WC-re, meg ilyesmi. Az országos programot még 2015-ben a Fővárosi Szalva Vita Alapítvány indította útjára. A Jászberényi Helyet Alapítvány már harmadik éve csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez alkalommal a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Esély Szociális Közalapítványon keresztül. A városban idén 5 helyszínen valósították meg a segítő programot. Ez a program elsősorban a fogyatékkal élők integrációjára, befogadására helyezi a hangsúlyt. Ugye olyan aktív, munkaerőpiaci szempontból aktív korú fogyatékkal élő személyeket szólít meg a program, akik a fogyatékosságukhoz mérten tudnak egy olyan munkahelyet kipróbálni, egy olyan munkakört, ami az álmuk. Közben nem csak a munkahelyet, az ott dolgozók mindennapjait figyelhetik meg a fogyatékkal élők, hanem a munkahelyi közösségek is megismerkedhetnek velük. Mindezek mellett Jászberényben azért is fontos a kezdeményezés, mert idén kapcsolódik a Helyet Alapítvány lakhatási programjához. Ősszel szeretnék elindítani 12 enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékkal élő jászberényi támogatott lakhatását. Nem.
két évtizede szervezi meg közösen a Jász Múzeum és Jász Berény Közművelődési Intézménye a Történelmi Játszóházat. A játszva tanulás lehetőségét nyújtó népszerű, évről évre több száz gyermeket megmozgató programját 20. alkalommal tartották meg a városban. A Jász Múzeum udvarán zajló építkezés miatt ez alkalommal a Phoenix Park adott helyet a rendezvénynek, amelyen II. Rákóczi fejedelem korát idézték meg. A Phoenix Parkban megtartott rendezvényre ez alkalommal is több száz diák érkezett Jászberényből és a Jászság számos településéről. Igaz, talán az eredeti helyszínen a Jász Múzeum udvarán zajló építkezési munkák miatt valamivel kevesebben jöttek, mint a megelőző rendezvényekre. A múzeum és a Jász kerület non-profit Kft. Közös programján a 18. század első évtizedeit, II. Rákóczi Ferenc korát idézték meg. A 20. történelmi játszóháznak a témája, a megidézett kora az a 18. század eleje, a Rákóczi szabadságharc időszaka, a nagyságos fejedelem szelleme jelenik meg minden programunkban, és hát ezt mi ajánlottuk a Jászság általános iskolás tanulóinak. A résztvevők beleképzelhették magukat a kurucok világába. Kipróbálhattak számos kézműves mesterséget, amelyek valamilyen módon kapcsolódtak a játszóház megidézett történelmi időszakához. A gyakkorongon rajzolhatták meg Rákóczi korának pénzét, sokan láttak hozzá, hogy a szabadságharc zászlaját elkészítsék. Bepillantást nyerhettek a kovácsok ősi mesterségébe. Rákóczi korában is űzték, akkor még igazán élt a szakma, szóval rengeteg fegyvert kovácsoltak, lovaskocsikat vasaltak, lovakat vasaltak. Sajnos szakma már eltűnő. A gyerekek megismerkedhettek a kötélkészítés, a kötélcsavarás mesterségével. Ugyanakkor a vállalkozó kedvű diákok fűszfasípot is faraghattak. Jó részt a lányok próbálták ki nagy kedvel aronybaba készítést. A szegény legények közül már ebben a korban is sokan álltak betyárnak, fegyvereik legapróbb részleteit is megismerhették a fiatalok. Hát ő egy topor, egy lőberendezéses fokos balta. Nagyon szerették az ilyen kombinált fegyvereket, már Rákóczi kuruca is. Ők azt mondták, hogy ha messzi van az ellenség, akkor lövöm, ha közelebb, akkor vágom, ha a földön van, ütöm. Ha megfogják az ember kezébe, akkor sincsen gond, mert a belerejtett lőrrel könnyen vissza lehetett szerezni. A rendezvénynek a hagyományőrzés és az ismeretátadás egyaránt célja. Örülünk neki, hogy a szülők és nagyszülők is elhozzák a gyerekeket erre a programunkra. Elsősorban a hagyományőrzés a célunk. Szeretnénk, hogy egy kicsit a történelmi ismereteiket is bővítsük. Egy játszva tanulási módszerrel a gyerekeknek talán jobban megmarad, és ezeket az értékes tárgyakat, amiket elkészítenek, akár a zászlót, akár az ördöglakatot, a fűzfasípot, a ronybabát, ez mind-mind, vagy pedig éppen a pecsétet, mind-mind viszik magukkal haza a gyerekek. Jászberény mellett Jásztelekről, Jászboldogházáról, Jászárokszállásról is érkeztek iskolások. A rengeteg élmény nyújtó történelmi játszóházat legközelebb egy év múlva szervezi meg ismét a Jász Múzeum és a Jász Kerület Nonprofit Kft. Azt pedig operatőrünk is egy életre megtanulta, hogy egy betyárral nem érdemes viccelni, még ha hagyományőrző is. Híradónk végén tekintsük meg még egyszer legfontosabb híreinket röviden. Az iszlám világvallása és Európa jelenlegi helyzete volt a fő témája a Dérini rendezvényházban kedd este tartott konferenciának. Jász Apátin tartotta jászsági kampány záróját a Fidesz térségi szervezete. A fogyatékkal élők elfogadását és beilleszkedésüket segíti a Neked Munka, Nekem Álom program. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Híreinket, információinkat megtalálják internetes platformjainkon, Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon és a jttv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra és egymásra. Minden jót kívánok! A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.